Ez a lehetőség csak a mezőgazdasági célra használt üzemanyagra vonatkozik, de nem ez az egyetlen feltétel. A megművelt földterületre vonatkozóan is van korlátozás. Megvizsgálják majd, hogy mennyi üzemanyag szükséges a bevetett vagy beültetett földterületek megműveléséhez. Magyar Kanizsán a falu gazdászok segítenek a gazdáknak a folyamatban. Fontos tudni, hogy amikor tankolnak a termelők, akkor a számlán, a fiszkális számlán fel kell legyen tüntetve, januárban egyelőre engedik, hogy csak a személy szám a jömöbögöt, illetve február 1-től pedig a gazdaságszám, a böpögö kell, hogy legyen feltüntetve. Amikor a számlákat visszük be az agrárfelületre, akkor meg kell határozni a parcellákat, illetve kultúrákat is, amire az üzemanyag fel lett használva. A jövedéki adó visszaigénylés benyújtásához a gazdálkodóknak adószámlával kell rendelkezniük, amelyen a családi gazdaság száma is fel van tüntetve. Felhívom a figyelmet, hogy első lépésként a termelők rendezzék a gazdaságban lévő parcellákat, az úgynevezett felújítást csinálják meg, és csak utána adják át az üzemanyagra a kérvényt. A benzinkúton megtörtént az üzemanyag tankolása, és ráírták a személy számot, akkor az e-agrár felületén a gazdaságban megjelenik az a számla, és az alapján lehet visszaigényelni a refrakciót. A befizetett jövedéki adó visszaigénylésére szolgáló kérelmet egy online űrlap kitöltésével az Agrárkifizetések Igazgatóságához kell benyújtani, áll a rendeletben.